Szerintem gondolom, most itt nem tudok megbeszélni. 5.39 van, és ez itt a kezdete mindennek. Itt ülünk a buszon, mert ez egy buszos kirándulás, és indulunk Itáliába, illetve Franciaországba. Még Monacóba elmegyünk, úgyhogy tartsatok velünk, hogyha szeretnétek látni ezeket a csodálatos, fantasztikus helyeket. Mondtam, hogy jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggel! Reggel van még, igen, amúgy. Tehát induljon életünk 100. nagy kalandja. Turn your magic on. To me he'd say everything you want and dream away. Oh, we are legends every day. That's what he told me. Turn your magic on. To me he'd say everything you want and dream away. Under this pressure. Meghallgatszott közben Kiruska. Hűha, keményen tolod. Helyi marsó látványosság. Csodás. Under this way, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. Oh, you make me feel like I'm alive again. Megint megálltunk pihenni, és Kira jelenleg azon aggódik, hogy le fog merülni a telefonja, de azért még nyomkodja. Hát, ha még jobban lemerül. Szeretjük ezeket az utakat, főleg az ilyen hosszú utakat, mert jókat tudunk enni közben. Vidámak vagyunk, mindig nevetünk, jól érezzük magunkat. Gonna hold the path, the sky and say, only I only. Inkább Szlovénián, és valahol Milánót kéne keresni. Na mindegy, hagyjuk a francba Milánót. Ide lejövünk majd valahova. Hol van Impéria? Itt van. Ide jövünk. Hosszú még az út, mert valahol... És utána még itt valahol fönt vagyunk most. Valahol itt! És utána itt vagyunk fel. Igen, és... Ideig elmegyünk. Hello! I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. Oh, you make me feel. Bármilyen hihetetlen is megérkeztünk, vagyis inkább visszaérkeztünk az időben, mert hogy a hotel szobánk az így, hát már ebből a lámpából is láthatjátok, hogy nem túl modern. Kira éppen itt pakolgat előttem. Nem veszlek, magamat veszem. És az a lényeg, hogy az utcára néz a szobánk, és olyan hangos, hogy nem hallani, hogyha mondjuk, tehát hogy nem halljuk egymás szavát, annyira hangosan zúgnak el itt mellettünk a motorok. De most megpróbálunk aludni. Hány óra van? Olyan 10:30 és 11 környékén járhat. Holnap szabad programunk lesz, úgyhogy tengerpartozunk valószínűleg. Jobb éjszakát! Reméljük, hamarosan visszatérünk a jelenkorba. Addig is. Sziasztok! A Ligur tengerpartról fogok közvetíteni. Ez itt mögöttem a tenger, arra pedig Impéria városa. Ott van valahol fönt, szerintem az a bazilika, mert elvileg közel vagyunk a bazilikához. Ez itt ugye a második nap, tehát tegnap érkeztünk meg. 17 órát utaztunk busszal. Így a lábaddal egy órát állsz a
akkor esetleg elkezded megszokni a vizet. De nagyon jó a víz. Igen? Amit még tudni kell, azon kívül, hogy miért van piros rúzsa a tengerparton rajtam, hát azért, mert ez vízálló, és úgy gondoltam, hogy ez itt sokkal jobb lesz, mint rúzs nélkül, jaj, közben süllyedek el. Viszont nem tudom amúgy, hogy mennyire hallani engem a tengertől, mert itt nagyon, nagyon nagyok a hullámok most, így hirtelen rákezdtek. De a lényeg az, hogy holnap megyünk Mentonba, tehát átmegyünk Franciaországba, és egy csipetnyi francia rivierát fogunk átélni itt a következő két napban. Elvileg holnap után, tehát hétfőn megyünk Monakóba, illetve Nice-be, Nizza-ba, kinek hogy. Nizza olaszul van, Nice-nek ejtik a franciák. Tehát szóval így olasz és francia riviera az a lényeg, tehát ezekkel fogunk megismerkedni a következő néhány napban. Úgyhogy tartsatok velem, hogyha érdekel. Végeztünk a stranddal, és most itt sétálgatunk és körülnézünk, mindenhol nagyon szép minden. Elvis Presley-s pólóban vagyok, mert elfelejtettem olyan tengerruhát hozni, ami ilyen kis lenge. Vissza a hotel felé, és hát szokásosan arról vitatkozunk, hogy merre kéne menni. Jaj, tényleg milyen aranyos! Itt ment el egy kis mini tacskóka, kis barna aranyszőrű. Na, tehát, hogy... Igen. Tehát jelenleg azon vitatkozunk, hogy akkor merre menjünk. Én itt ugye veszek a kamerában, beszélek, és Kira azt hiszi, hogy közben nem figyelek, hogy merre menjünk, és már háromszor megkérdez, hogy de Beri, nem arra kell menni? De mondom, nem. Na mindegy, az a lényeg, hogy Kira nagyon precíz. Tehát rendbe szedem a gondolatokat, de viszont meg mindig el. Viszont a tájékozódási képesség az inkább velem született, mint Kirával. Szóval az a lényeg, most, hogy így mindenféléről beszéltem, hogy tartunk vissza a hotel felé, este még benézünk egy kicsit a városba, megnézzük a bazilikát. Utána pedig alszunk, és igen, és akkor most itt szemben pont látok egy gyönyörű templomot, amit el is kezdek levideózni. Egyébként nem itt kellett volna felkanyarodni, hanem, vagy de itt kellett, itt? De igen, a szerintem itt igen, hoppá, kicsit eltévedtem most én. Na, szóval akkor induljunk is el, mutatom a templomot, élvezzétek még egy kicsit a várost. Imperia egy olasz község a Liguria régióban. Liguria negyedik legnépesebb városa, az agglomerációval együtt több mint 71 ezer lakosa van. A város a Virágok Rivieráján fekszik. 1923-ban jött létre Mussolini akaratából. Azon a lépcsősoron kell felmenni a hotelünkhöz. És ez a kilátás.
látni. Látjátok, 3 csillag, de valójában ennyi. Amit most hallottok, azt mi is halljuk éjszaka. Jaj, tényleg, ki lehet menni? Akkor lehet, hogy ezért 3 csillag, mert jó kilátás. Na, és akkor ott voltunk lent az előbb, és ugye arra mentünk el a strand felé, és hát ugye az a templom, amit az előbb ott mutogattam, illetve hát benne volt a videóban. Wow, ott konkrétan szárítják fent a ruhát, ez durva. A tengerpart után felfrissültünk, úgyhogy most ismét teszünk egy sétát a városban. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un'italiana. Van velünk egy néni, ő orosz, és a fia kint van Amerikában, vagy 6 nyelvet beszél a család, és nagyon vicces, mert ilyen orosz akcentussal beszéli a magyart. Olyan nagy személyisége van, hogy ez hihetetlen. Most is mondtam, minnyitik a jachtklubos fiúkhoz, mert hogy most így sétálunk ugye lefele, és itt elvileg most jachtklubos találkozó van, vagy valami hasonló, és mondta, olyan csinosak vagytok, menjetek le a jachtklubos fiúkhoz. Eredetileg a bazilika lett volna a terv, de igen. Na szóval most lejöttünk ide, itt van a templom, ami hotel teraszáról látni, és keressük a jachtklubot, mert kifejezetten a lelkünkre kötötték, hogy a jachtklubos fiúkat keressük. Most jelenleg így átmegy, most miért ne? Jachtklubos férfiak. És gyerekek, teljesen véletlenül találtuk meg a jachtklubot, esküszöm, hogy nem erre jöttünk, csak itt sétálgatunk. Italia gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti. Ora van a világvége, ha valaki elindulna a világvége felé, akkor arra tegye meg. Con l'amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Közben rájöttünk, hogy nem a világ vége felé megyünk, hanem a mennyország felé. A messzeségben van egy kis vitorláshajócska, és hát én ezt így nem tudom elmondani. Amúgy nagyon durva, de pont ez a látvány van a képes lapon is, amit kaptál tőlem. Una canzone, piano piano, lasciatemi cantare, perché ne sono fiera e sono un'italiana, un'italiana vera. Buongiorno Italia che non si spaventa, e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. És éjszakai élet, mert hogy vacsora után vagyunk, és lejöttünk egy kicsit még sétálni, illetve lehet, hogy koktélozni. Egy kicsit már hűvösebb van, ezért én felvettem valamit, de Kira még mindig nagyon lazán tolja a dolgokat. Amit el lehet mondani, hogy Kira hiányolta az ázsiaiakat, de most talált egy ázsiai éttermet és örült magának. Rengetegen vannak, ez ugye szeptember eleje, és hát szombat van, lehet itt is vegyülni, bulizni, lassan a hangom se fog hallatszódni a zenétől.
egy koncert van, és a kutya az egyetlen, aki ennek az egész ceremóniának hátat fordít. Ő pont nem érdekli az egész. Mászkálnak itt vajon ilyen írmanós, szerencsekalapos dologban, nem? My face above the water. My feet can touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands of the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. I'm pulling against the Most mi van ma, hogy tűzijáték van? Akkor ezért jöttek ide az a nagyon sok ember, de mi van ma? Love me, love me, but still I reach to find a way. I'm stuck here in the in-between, looking for the right words to say. I'm slowly drifting away. Slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. I'm pulling against the ragazzi, di più perché ce ne andiamo, non ci contate. Ja, igen, ez olyan, mint a elment a Lidi néni a vásárba. Miért van mellettünk egy ilyen hajós kapitány? Na mindegy, fel kell még jutnunk 200 lépcsőn. Aztán már tényleg alszunk, és azt már nem veszem fel, ahogy alszunk, úgyhogy most már véglegesen. Igen, jó éjszakát kívánok. Holnap találkozunk Száremóban és Montonban. Sziasztok! Vége! Italiana vera.